Ebben a filmünkben a mobil kommunikációs eszközök használatáról lesz szó. Nyilván rengeteg mobil kommunikációs eszköz létezik, ezért csak néhányat választottunk ki, a legismertebbeket, a legfontosabbakat. A mobil kommunikáció az egy olyan információs csere, amit hordozható, mobilis eszközökön végzünk. Itt az ábrán lehet látni, hogy nagyjából az interneten keresztül miféle eszközökkel hogyan tudunk ilyesfajta kommunikációt végrehajtani. A mobil kommunikáció a mobiltelefonálás hőskorával kezdődött tulajdonképpen. A 80-as évek előtt ilyen városi, regionális mobilhálózatok, analóg jelszolgáltatású mobilhálózatok léteztek, és itt látszik is egy akkori mobiltelefon, hát ez állt egy ilyen hatalmas nagy egységből, ami volt az aksia, meg a adóvevő készüléke, és magából a beszélőből, amit az ember a kezében tarthatott. Meg kell azt említenem, hogy ebben az időben még rendőrségnél is volt beállítva a CB rádiós rendszer, az is egy ilyen mobil rendszer volt, és megtörtént sztori, hogy tanulmányi kiránduláson a buszvezetőnk kapcsolatban volt az egyik ilyen rendőrbácsinak a feleségével CB-n. Természetesen nem tudta egyik se a másikról, hogy kicsoda, csak kódnevük volt, viszont nagyon jól tudtuk végig az egész kirándulás során, hogy hol lesz trafipax, hol fognak mérni a rendőrök, merre kószálnak, illetve hát a kamionosokkal is ugyanígy kapcsolatban lehetett akkor mobil módon, de CB rádióval lépni. Később aztán a 80-as évektől kezdett fejlődni ez a dolog. A GSM, GSM Pro, céges flották, elektronikus számla és autós kártya formájában megindult a mobil telefonálás, és tulajdonképpen én, ha a személyes emlékeimet, személyes élményeit mondhatom, akkor a Nokia-nak talán a 3310-es vagy valami ilyen jelzésű, de mindenféleképpen Nokia készülékkel találkoztam. Itt a kép közepén látható az a készülék, ami nekem is legelőször volt és létezett. Hát a mobil kommunikáció az tulajdonképpen a manapság már inkább az internet segítségével, az interneten keresztül folyik, és itt láthatunk erre egy ábrát, hogy Wi-Fi segítségével miféle mobil kommunikáció jön létre. Tehát régebben voltak a drótos telefonok, meg a drótos készülékek, aztán adótornyok segítségével továbbították a jeleket, és manapság már a számítógépek, a mobiltelefonok és egyebek Wi-Fi-n, interneten keresztül kapják a jeleiket, és úgy tudnak működni. És akkor itt jönnek a mobilkészülékek. Hát itt is csak humorként, hogy az ilyen legelső típusú készüléket mi úgy hívtuk annak idején, hogy bunkofon, mert nem voltak túlságosan intelligensek a gazdáik, viszont nagyon sok pénzük volt, ami nekünk nem, és hát ezért kicsit bosszantó bennünket, hogy neki már van telefonja, nekem meg még nincs, és akkor bosszúból elneveztük ezeket a hatalmas nagy készülékeket, mert a mainak ilyen háromszorosa is volt egy ilyen készülék súlyra is, meg méretre is, és hát így lett a bunkofon neve. És ezeken a mobiltelefonokon keresztül lehetett kommunikálni, ahogy az előbb említettem, először csak ilyen adótornyok segítségével, és akkor különböző ilyen mobilhálózatok jöttek létre. Nyilván mindenki ahhoz ragaszkodott, amelyiknek nagyobb volt a lefedettsége. Akkoriban a Pannon GSM volt egy olyan, ami nagyon jó lefedettséget biztosított, de ma már a WAP alkalmazások segítségével gyakorlatilag ez a lefedettség téma, ez nem téma, tehát ma már szinte mindenhol, mindenütt elérhetőek a mobiljelek. Beszéljünk egy kicsit a digitális személyi asszisztensről. Ezt az angol mozaik szó segítségével
PDA-nak szokták nevezni. Ez egy apró kis tenyérben elférő számítógép, személyi számítógép, amelyik tulajdonképpen mindent tud, amit akármelyik másik számítógép, csak roppan mobilis. Általában mérnökök, mezőgazdászok és olyan emberek, akiknek sokat kell terepen mozogni, azok szoktak ezekkel a készülékekkel dolgozni, nagyon jól használható tudományos kutatások során, de a gyógyításban az orvosok is nagy hasznát veszik. Ezek a készülékek egy infravörös port vagy egy USB kábel segítségével a hagyományos asztali készülékekhez is csatlakoztathatók, és akkor így az adatátvitel az megoldható, tehát minden adat, ami a kis készüléken megjelent, amit valamilyen úton, módon oda rátettek, az aztán bármilyen másik számítógépen is megjeleníthetővé válik. A napjaink egyik nagyon-nagyon komoly találmánya az okostelefon, ugye? A PDA mobiltelefonkészülék egy digitális fényképezőgépként is használható, aztán MP3 lejátszóként is használható, aztán e-book olvasóként is használható, talán ha valaki nem tudja, mi az az e-book, ugye digitális formában megjelenő könyv, amit aztán egy ilyen olvasóval el tudunk olvasni, ugyanúgy, mint akármilyen másik nyomtatott könyvet, csak itt a digitális technika segítségével lapozzuk ezt, és nagyon sok egyéb funkciója is van ezeknek a készülékeknek. Itt az előbb szó volt a régi korok tudósairól és Einsteinről is, és nekem otthon a számítógép teremben ki van téve egy idézet, nem tudom, hogy fogom-e tudni pontosan idézni, de a lényegét tekintve mindenféleképpen. Einstein azt mondta, hogy attól félek, hogy egyszer a technológia meg fogja haladni az emberi kapcsolatokat, és akkor a világnak egy idióta nemzedéke lesz. És ezt láttam én az interneten, ezt a idézetet, és egy olyan képsorozat van hozzá mellékelve, hogy vacsoráznak, de mindenki a telefonkészüléket nézi. Söröznek, de mindenki a telefonkészüléket nézi. Kirándulnak, de mindenki a mobiltelefonkészülékét nézi. Tehát lehet, hogy elértük azt a kort, amitől Einstein tartott. A laptop is mobil kommunikációs eszköz, ugye, ő mindent tud, amit egy normál asztali PC tudhat, tehát lehet rajta e-mailt küldeni, föl lehet menni az internetre, és minden egyéb, ami egy számítógépnek a jellemzője. Talán az asztali géptől első látásra azt különbözteti meg, hogy nem kell hozzá feltétlenül egér, hanem touchpad van, hogy össze lehet hajtani, és hogy kisméretű, könnyű gép. De egyébként minden olyan funkciója él, ami egy nagy számítógépnél. Az egyik infokommunikációs vállalat 2004 elején végzett egy felmérést, és ez szerint 95 ezer hordozható PC működött a hazai nagyvállalatoknál. A nagyvállalatok mintegy 90%-a rendelkezett már 2004-ben ilyen laptop készülékekkel. Meg kell azt jegyezni, hogy manapság már az oktatásban is egyre nagyobb szerepe van. Lassan-lassan a számítástechnika oktatásában is kiszorítja az asztali számítógépeket a laptop. És aztán itt van a tablet PC. Hát tulajdonképpen ő első ránézésre abban különbözik a laptoptól, hogy a laptopnak van billentyűzete, ő neki meg nincs billentyűzete, de az érintő képernyője segítségével ugyanazokat a funkciókat ő is tudja, mint amit egy normál asztali számítógép. Itt jeleztem is, hogy e-mailt, internetet és minden olyan funkciót, amit egy nagy PC tud.
nagyon hasonlít a laptophoz, és ezt például kifejezetten orvosok nagyon sokszor használják, mert őnekik szükségük van képi, grafikus megjelenítésekre is. Mondjuk vegyünk egy olyat, hogy egy olyan felvétel, röntgen vagy egyéb felvétel megjelenítésére, amit más eszközzel nem olyan jól lehetne megtenni, viszont sokkal mobilisabb, mint a laptop, és ezért nagyon gyakran használják például a gyógyászatban ezt az eszközt. A mobil kommunikációnak vannak kockázatai. Az egyik ilyen kockázat, hogyha mondjuk valaki kap egy szolgálati mobiltelefont, akkor éjjel-nappal rajta fog csüngni, túlzott mértékű telefonálásba kezd az illető. Hát ezt úgy szokták a különböző intézményeknél, vállalatoknál megoldani, hogy figyelik a forgalmát az illetőnek, és egy bizonyos határ fölött már ő állja a cechet. Ugyanez a helyzet az internettel is. És még csak nem is az a legnagyobb probléma, hogy túlzott mértékben használják az internetet, hanem az a legnagyobb probléma a telefonálással, meg az internettel is, hogy a munkavégzés helyett használják. Hát szerintem, ha valaki jól belegondol, valamiféle információs pulthoz, vagy ilyesmihez odamenve valahol valamilyen vállalatnál, egészségügyi intézménynél gyakran látja azt, hogy a kisasszony, aki ott a pultba ül, vagy telefonál, vagy internetezik, vagy esetleg mind a kettőt, és csak sorkára kerülünk sorra, hogy megkérdezze, hogy tessék parancsolni, mit szeretne csinálni, stb. Tehát ez egy ilyen kockázata a mobil kommunikációnak. A másik kockázat az, hogy a felhasználók nem biztos, hogy tudják, hogy az adataikat hogyan kell, milyen módon kell védeni, milyen szintű védelem kell azoknak az adatoknak, amelyekkel dolgoznak, vagy amiket ők bevisznek a gépükre. Tehát ott nagyon kell arra ügyelni, hogy megfelelő szintű legyen az adatok védelme. És a legutolsó, amit itt kockázatként említettem, nyilván van még egyéb kockázata is, de a legutolsó, amit kockázatként említettem, az pedig az, hogy a felhasználó telepít alkalmazásokat. Na most ezek az alkalmazások, ezek nem mindig szolgálják azt a célt, amire azt a készüléket kapta. Ez egy ilyen kockázat még. Viszont nagyon komoly lehetőségek vannak a mobil kommunikációban. Hát először is az, hogy nincs helyhez kötve. Ugyanúgy, mint hogy a telefonoknál, hogy a vezetékes telefonnál korábban az volt, hogy Laci, hívásod van, gyere, és ha Laci nem volt a közelben, akkor nem lehetett vele beszélni. Hát ez a mobilnál ugye elképzelhetetlen. Tudom, a számát megcsörgetem, ha nincs olyan dolga, fölveszi és kész. Tehát az egyik ilyen nagyon fontos lehetőség, hogy rettenetesen mobillá válunk, nem vagyunk helyhez kötve, bárhol tudunk munkát végezni. A másik olyan lehetőség, hogy a felhasználói igényeket maximálisan figyelembe veszik a gyártók, sőt, hát az a fejlesztés iránya, hogy olyan mobil készülékeket hozzanak létre, amelyik a lehető legtöbb funkcióval rendelkezik, amelyik a lehető legjobban kiszolgálja a felhasználóját. És végül pedig megszülethet az, hogy a mobil eszközökre optimalizálják az elektronikus kommunikációt, tehát hogy olyan kommunikációt fejlesztenek ki mindenhol, minden vállalatnál, amelyik a mobil kommunikációra épít. Hát itt ezeken a képeken a mobil kommunikációnak különböző változatai vannak, és hát ugye lehet tudni, hogy például a mobiltelefon tekintetében az egyfőre jutó mobilok száma ma már mi nálunk is nagyon magas, és nem tudni még, hogy mi a végkimenetel, valószínű az, hogy egyre többet tudó, és egyre könnyebb, egyre kisebb, egyre mobilabb készülékek lesznek. Köszönöm szépen a figyelmet!